Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 4000 forint. Bepillantunk a csillagok világába, és mi fontos most az oroszlán jegyében születetteknél. Lehet, hogy kicsit olyan fáradtnak és kimerültnek érzed magad. De kell egy irány, egy új tekintet veled szemben, illetve az oroszlán jegyével szemben van a vízöntő jegye. És az indiai számítás szerint itt mozog egy visszatekintő Neptun bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra. Gyakran jelent kármikus témákat is. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból, keresi a kapcsolatot veled. De ez a szemben álló pozíció azt is jelenti, mint egy tükör, hogy nézz bele ebbe a tükörbe. Vedd észre Neptun bolygó energiáját. Ez lehet egy külső behatás is, tehát, hogy mások keresik a kapcsolatot veled, valaki visszatér a múltból, amit Neptun bolygó még jelent, a te intuíciód, a te inspirációd, a jó ötletek. Figyelj oda, hogy tudnád ezt megvalósítani. Neptun bolygó jelenti az álmaidat. Ha hiszel ebben, akkor ez megvalósul. Ha nem hiszel ebben, akkor sajnos csalódásokhoz vezethet. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, a lelki társad ott van melletted, de ez a férfi utal a férfiakra is. Megvan köztetek a kapcsolat, ez a közelség, a bizalom, csak az a probléma, hogy mindketten másfele tekintetek. Itt ez az ostor jelenti azokat a dolgokat, ami megbántott téged. Tehát itt a múltról van szó. Lehet, hogy kicsit megharagudtál rá, hátat fordítasz neki. Az is lehet, hogy vannak félelmek, hogy újra megbánt téged. De szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Elmúlnak a fájdalmas emlékek, ő nem akar téged megbántani, tehát tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, és akkor itt megvan a szerencse. Bízz önmagadban, hiszen a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, itt van a szerelem, ami összeköt benneteket. Ez a virágcsokor lehet egy ajándék, egy kellemes meglepetés is, ami már itt útban van hozzád, akkor is, ha te ezt még nem látod. De ez ad számodra életerőd. Ami őt illet, előtte vannak az utak, és az jelenti a döntéseket. Hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a nap jelenti, hogy megvan köztetek a vonzalom. A hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ez a gyermek utal egy új kezdetre. Hamarosan lesz itt kapcsolat, hiszen az élet utatok kereszteződik, és lesznek beszélgetések. Mindketten az első sorban vagytok, és fölöttetek nincs kártya. Az jelenteni a gondolataitokat, de nem látható.
és ez azt jelenti, hogy te sem engeded azt meg, hogy valaki bepillantson a gondolataidba, ő sem engedi meg, hiszen nem beszél a terveiről. De itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Nem csak ami a szerelmet illeti, hanem ami a nyilvánosságot, a munkát, a hivatást illeti. Olyan hirtelen lesznek változások, amikor nem is számítasz erre. Itt ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást, itt meg lesz a szerencse, a kígyó az utalhat a gyógyító erőre, vagy jelenthet mellék utakat is, hogy így éred el a céljaidat, de a kígyó jelenthet egy nőt is, és itt van a munka kártyája, tehát egy kolléganőről van szó. Itt lesz egy hír, de azért légy óvatos, mert lehet egy hamis hír, itt van a hamisság a levél mellett. Vagy a szerződésekről van szó, akkor vizsgáld át ezeket a dolgokat. De itt lesznek változások, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, a gyermek, az új kezdetet, a beszélgetéseket, a hajó, az utal a reményre, vagy külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Ez lehet egy belső út, egy lelki út is. Ez a koporsó jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet. Itt vannak a dokumentumok vagy szerződések, de légy óvatos, mert itt megjelenik a hamisság. Amit a koporsó még jelenthet, hogy a hamisság elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a témákat, és akkor megvan itt a gyógyító erő, a változás, és ehhez a remény, új kapcsolatok, és a kutya jelenti a hűséget, vagy a baráti kapcsolatokat is. Te, mint hölgy, ezekkel a kártyákkal állsz egy vonalban. Itt kiderül az igazság, napfényre kerül valami, lesznek változások, és itt barátságokról vagy hűségről van szó. Ez a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet, de a döntéseket is ugyanúgy, mint itt előtte az utak, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt kinyílik egy ajtó, és a csillagok szerencsét hoznak. Vagy jelentik azt, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagokban meg van írva, a sorsok könyvében. A múltban voltak korlátozások, nehézségek, valami átláthatatlan volt. Talán voltak itt titkok is, vagy valaki eltitkolt előled valamit. Itt a környezetedben lehet, hogy itt anyagiakról volt szó, vagy a munkahelyről, de ez elmúlik, hiszen itt nyilvánosság van, itt van a tisztító erő, tisztázódik valami, ez a könyv kinyílik, kiderül az igazság, itt vannak a döntések, lesz egy új irány, itt mozgás, előre mennek az események. Itt ez a ház utal az otthonodra, vagy ingatlanokra, esetleg a családra, itt anyagi dolgokról van szó, itt van a szerencse hozzá, ez a ház jelentheti egy cég, egy saját cég kialakítását, ennek a kiépítését, és a könyv, a tudást, a tanulást, a csillagok jelenthetik az asztrológiát, vagy egy spirituális területet, és itt ez a két kártya utal a gyógyító erőre, itt van a közelben a horgony, ami jelenti a munkádat, a hivatásodat. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható.
a szerelem, egy meglepetés, a nőiességed, a szerencse, ő ott áll melletted, nem kell félni. Ezek a dolgok, ami eddig téged megbántott, elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, ő fontos döntéseket hoz, itt lesz egy új irány, itt lesznek beszélgetések, ami erőt ad számotokra. Második hét október hónapban itt látható. A munka, a hivatás áll a középpontban. Itt hirtelen változnak a dolgok, lesz egy új irány, munkahelyi változás, itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, itt tisztázódik valami, megvan a nyilvánosság, az elismerés, itt vannak a sikerek, de ez a kártya jelenti a vonzó erőt kettőtök között, ezt is lesz egy új kezdet, beszélgetések. Persze ez a gyermek utalhat gyermekekre is, vagy egy kisbaba születésére, hiszen itt van a hold, utal az anyai érzelmekre, itt a gyermek és a gólyák gyakran ezt szimbolizálják. Harmadik hét, október hónapban itt látható, ami eddig átláthatatlannak tűnt, és itt voltak még zárkózottságok. Ez elmúlik, mert lesz egy új irány, itt tisztázódik valami, itt van a gyógyító erő. Ez a koporsó lezárja a hamisságokat, változik a helyzet, itt van az ártatlanság, egy új kezdet, és a remény hozzá. Ez a hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra is. Ez az út lehet egy belső út, egy kármikus szerelem. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Télen még voltak itt nehézségek, korlátozások. Most eljött az ideje annak, hogy legyen változás, szerencse, ami az otthonodat illeti, vagy az ingatlanokat, az anyagiakat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Itt látható ugyan még a hazugság, hiszen itt a hírrel áll együtt, vagy jelentheti azt is, hogy itt van egy dokumentum, valami nem stimmel, tehát vizsgált ezt át. Ez lehet egy örökösödési ügy is, hiszen itt van a koporsó. Amit a koporsó még jelentett, régi kapcsolatok, vagy lezár bizonyos témákat, lezárja ezt a hamisságot, változik a helyzet, itt van hozzá a remény, kapcsolatok, és itt a hűség, vagy a barátságok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!